forognak itt a lányok. Benya még nem ka... Ezek olyan éhesek, hallod az összes? Hú, bazdmeg. Jó kis vödröcske kaják vannak. Még jó, hogy a lovak... Ja. Nem, én nem mondtam. Csak nem tudják, hogy mi mennyibe kerül. Azt a kurva életbe így megkúkozni. Az anyám kecserbes úristenit. És hallod, ott van benne 1 millió forint. Az 3 éjedig van az abos. Ennyi már. Komolyan mondom. Ez napok óta nem alszom emiatt. Mert ez irreálisan ment föl. Ezt nekem senki nem mondja, hogy nem. Na, ha nem is 1 millió. Ez 800 000 forint, tessék. Ez. Itt ez a kis faszom. 800 000 forint. És most nem hiszi el senki, hogy sírok. Itt sírok. Itt van az ab, és így... Ja, Istenem! Ja. Még a villanyórám sem működik. Humorizálom, de különben komolyan nem alszom. Jó ideje, emiatt. Ez nem normális. Jött 96 ezeré, most jön 180 ezeré. Elektrolit, az a 30 kiló. Jó van. Jó, azt tényleg lehozok, van nekem elrejtve még egy 5 literes. Jó. Hú, bazd meg. Elektrolit, az is egy vagyon. Ha jó, hát a kapják minden nap, ez van. De kell nekik. Hú, de jó illata van. Kis boszorkánykon, oda néz. Bekeveri, megkeveri. Ezek mit kapnak itt te? És ebéd már megvolt? Gyere, drágám, rádobunk addig cejgot, jó? Mert levették. Nem, levették. De nem baj az. Csak rárakjuk mi fölül egy kicsit, aztán jövünk a csődör, meg a másik csődör. Tehát az arra már nem kellek ide? Nem. De ahogy akar, nem is semmi. Nem. Mert egy szár kell. Várj, még abban ne adod. De beadhatja, az pampulázik. Nem, aztán csak az, akkor foglalkozunk. Igen, akkor gyere ide. Akkor ne add be, drágám. Bocsi. Hanem nem kell egy nyerekkel, nem tudom hol van. Nomcsika itt van. Itt van a nyereg, rádobjuk, fölülünk, mint múltkor. Én meg a két csődöt elintézem a Katával, meg a... Hogy? Itt van, viszem. Én mindent viszek, drágám. És akkor Messikével kimész, hogy mi az Isten lehetett abban te? Hát a Messinával. Kedden. Azt mondtad, oké, lehet, hogy nem kólika valakinek. Nem. Hogy olyan, mintha te is valami, nem tudom, káposztát iszel például, vagy külsősen. Igen, diósi fekete, meg nem kapott káposztát. Szerbusz, babám, almátom, megint nem lehet. Jaj, megint kap nyárga, gyagicsike. Mindjárt jön a zsokéd. Jó van, babám. Hú, már éhes, azért van oda, nézd meg. Ugye többiek esznek. Ott a Lizuska. Jó. Jó. Hát reggel egyedül nyergelkedettek is van kifelé. Mi volt, mondjad? Teljesen megborondult, amikor kivittem a libát. Ja, mellőle. Ezt csinálja, tényleg. Aha, hát most várj, fog meg egy kicsit, én elindítom itt neked. Igen, visít, és ki van torzulva. Jó, mehet. Hát, igen, mert szegény kémizék, tudod, társas lények. Lizza meg amúgy élvezi ezt, mert mindig ő volt a kiteszik. Ilyen szemkontaktusban vagyok a lovakkal, jó. Múltkor én röhögök, amikor itt fölnyergelt csikók, hogy jöttök, és mindenki elsliccolt. Mert aranyosak voltak. Csak úgy visszaemlékszem rá. Hát mindenki ment zabolni. Szóval mondom, gyertek, ülünk csikókra. Itt van a szár. Jó, hát én csak azért haladjuk. Na, hol van ez a lány? Te kész vagy, Kata? Bukót hozzá. Itt van a zsoké jelöltünk. Nagyon oda van érted ez a kis kanca. Értem? Aha, itt nyerítgetett egy. Azt mondta, hogy csak én jöhetek rá? Igen. Kérdezd meg a Nomcsitól, nem viccelek. Tényleg eszembe? Uh-huh. Nomcsi, egyet hazudjunk. Mindenki tudja, hogy hazudsz. Ja, de éhes, különben az van most vele. Jó, dobhatod. Dobhatod, a leletféve rajta volt 4 órán keresztül a... Jó, azért odafigyelünk, hasalunk. Jobb a béke azért.
De a csíkokat nem hozzák? De, már elindult a lilla meg a másik hozzá, igen. Lilla? Lilla meg a... Kéne lilla? Lili. Hát na jaj, most ezen vizélünk itt, tudom én a neveket itt ennyi lány közül. Lili, igen. Lili és a Linda. Jó, Röpöcke. Jó, aki jó. Hasalj először. Kapit amúgy is bolygatja a rendet a zabolással. De ha mié van oda nagyon? Én meg azért nem vagyok, hogy a farra ide fölnyomogatba. Szerintem valahogy forduljatok egyet, és dob föl őt, és úgy akkor erre a kézre forduljatok. Jó, úgy, szállj le, ülj föl, és másik kézre fordulunk. Jönnek be a kicsik is. Mindjárt ott vagyunk. Nem. Gyere, most ülhetsz már föl. És nem tanulunk. Egyben ráhúzni a box, de segíts neki ráhúzni a box hajtót, légy szíves. De milyen baja? Jöttek lovak, mennek lovak, dob föl, az hajj le. Haladjunk. Mindjárt megyek. De kicsim, így áll, ide szembe áll, az se baj. Jó, de na jó. Annyi meg kell tanulni. Ja, jó, van, csak most bejöttek lovak, azt megneszült. Egyből dobhatod őt. Meg mit jelent? Megneszült, hogy jöttek lovak be. Megneszült! Hát mi, akkor hogy kell mondani? Megfeszült. Meg! Nem tudom. Egyelőre nem. Ja, ez sehogy úgy látom. Micsoda? Keci, jó, hogy nem egy egész hadsereget hívtok ide. Annyi vagytok itt. Jó, leszállunk megint, Pörgi. Az a legfontosabb. Sokszor leföl, leföl, leföl. Hogy... Jaj, már rosszul fogtalak. Nem gond. Jaj. Be fogok lilulni. Oké. Megint föl. Váljunk oda? Vagy most erre megpróbáljunk? Hogy? Ez amúgy a izé, a fejre van, hogy rákattam a fekete bejött. Mi? Reggelen úgyis akartam Gyorgyot, hogy adok neki. Várjál. Menjünk a kérdésre. Jaj! Erre az gyere erre a kézre, anya. Olyan szép. Jó, leszáll, felszáll, kész mára. Jó. Jó? Dob föl. Szuper, szeresd őt. Gyere, Lili.